A helyi közösség udvarán ünnepelt a falu apraja nagyja a bajsai falunap alkalmából. A civil szervezetek sütöttek, főztek, várták vendégeiket, a gyerekeket arcfestés is várta. Mi szeretünk itt nagyon Bajsán élni, nagyon sok lehetőség van a kisgyerekeknek is, nagyon előszeretettel járunk a játszótérre, és előszeretettel járunk el az ilyen rendezvényekre, ahol több gyerek is van, barátkozni tudnak a szülők is, a gyerekek is. A falu köszönő levelét Bacsa Zoltán, a Szegi Lajos Ifjúsági Sakklub csapatkapitánya kapta. Két évvel ezelőtt bejutottunk a második ligába, és ott mindjárt repülőrajtot vettünk, és ott elsők lettünk, és most bejutottunk az első ligába. Ez a bajsai klubcsapatok történetében a legnagyobb siker. Faluplakettet a Magyarországi Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesületnek nyújtottak át a helyi etno hagyományápoló kézművesek körével való 20 éves szakmai együttműködésért és támogatásért, a magyar kultúra megőrzéséért a településen. A falu díszpolgári címét Báder Miklósné Fehér Veronika, a Hevesi Csillagvirág Népművészeti Egyesület tagja, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke kapta. Nagyon sok közös programunk volt, amely kifejezetten a hagyományőrzésre, a helyi értékek felkutatására, újratervezésére irányult, és hát minden erőnkkel a jövőben is azon leszünk, hogy ez a fajta kapcsolat ilyen módon szakmai jellegű legyen, erősödjön a szakmai, de természetesen azok az emberi értékek és emberi barátságok is maradjanak meg, amit magunkénak tudhatunk. 14 kisfiú és 8 kislány született az elmúlt falunap óta Bajsán. A hagyomány szerint ajándékcsomaggal köszöntötték őket, valamint a legjobb tanulmányi eredményeket elért diákokat is jutalmazták. A helyi közösség azért dolgozik, hogy élhető környezetet teremtsen, hangsúlyozta Lackovics Károly tanácselnök. A leglényegesebb projektumok a kommunális projektumok, ami azt jelenti, hogy új vízhálózatra egy új kutat akarunk rákapcsolni, a medencébe új kis medencét akarunk építeni, és hát természetesen az utcákat is mindig rendesebben szeretnénk karbatartani, hogy ezek a dolgok hasonlítsanak egy modern, civilizált falura, ahol az emberek jó élnek. A medence kiépítése, a labdarúgópálya és a közvilágítás felújítása is sikeres bajsai fejlesztések, melyeket továbbra is támogatni szeretnének, ahogy a helyi rendezvényeket is, hangsúlyozta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere. A Vajdasági Magyar Szövetség pontosan ezekért a dolgokért küzd és dolgozik, az erős közösségért és a szülőföldön történő boldogulásért, ahhoz pedig, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, arra szeretnék mindenkit kérni, hogy június 2-án szavazzon a Vajdasági Magyar Szövetség listájára, és itt Topolya községben karikázza be az egyes számot. A faluházban megnyílt a helyi és a hevesi kézi munkázó csoportok közös kiállítása, valamint az amatőr festők tárlata. A gazda kultúrműsor keretében bemutatkoztak a helyi óvoda, iskola növendékei, valamint a néptánc és népdal csoportok.